Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartalom? Nem főzni, nem sütni fogok. Igen, elég régen elkészítettem a barkácsó videót, fogadtam ma, elég régen nem volt már. Hát nem tudom, már a negyedik része is lesz már most ennek a amatőr barkácsó magazinnak, 19. része, elékeztünk. Nagyon régen nem volt barkácsó videó, nem mertem megkockáztatni, a műhelyet nem lehet újra tökéletesen felfűteni, hogy hosszú távon hozzakezdek egy bárkácsoláshoz. Ha jó, egy-két műgyakorlatot megtehettem, mert az nem tartó sokáig. Ezt megtehettem, de az, hogy felszer dolgozott néhány pár óra, néhány fél óra, az a kicsit sokáltam, mint a 5 perc vagy egy... Egy-két óra hosszú, de minden. Én azért nem készítettem barkácsó videót. De most már hiába ez itt a hőmérő, a kültéri hőmérő. Ez eltölt a fogató része. Itt eltölt. Akkor nem tudom feltenni. Te nem akar eldobni. Itt a felül üveg is eltölt. És akkor megoldal szeretnél találni, de nem szeretnél ezt a hőmérőt eldobni. Jó, lehet, hogy vettem új telefon. Ez már megvan, kell új telefon, mert ennek átjátszó zsíron nem jó. De azt sem dobtam el, elmondom, nem dobtam el, ebbe is vettem el új SIM-kártyát. Én azt is használom, úgy használom, mint a minden kettőt. De most akkor azt a hőmérőt szeretné eldobni, akkor meg szeretné javítani, és megpróbál megjavítani. Hát igen, most a bincsek letöltek róla a felfogató részre, akkor megpróbál cső. Igen, vízvezeti cső, bincse felfogadni valahogy, de minden valahogy megpróbál megoldani. Akkor lesz az amatőr barkácsó magazinjának 19. része lesz. És a 19. részet megpróbál megoldani. Na akkor először letölt egy kis üveg, most megpróbál ezt felrakasztani. Azt hiszem, hogy javításon szükségem az 2 facsavarra, 2 csömbése, ez már régi akasztészek, ez is, ami itt van, de közben végre letölt a üveg. Akkor ennek minden megpróbál, leszek még szódabikapolnál, akkor minden megcsinál úgy, hogy fú, hoppa, az nem kellett volna, hoppa. Akkor itt ki kell rugasztani a pillanatragasztót, ennek a például a kupaknak a végével ki lehet ugasztani, de óvatosabb pillanatragasztóval. Viccet tenni a másik kupakot. És akkor azt hiszem, hogy ennek a tetejével ragasztani. Jó. Ezt most ide tenni. És viccet tenni a tetejét. Jó, akkor. Aki szódabikápolnát tesszük rá. Mert tényleg jó az, aki szódabikápolnát, valaki jó tanácsot adó szódabikápolnát tegyek rá. Egyik egyesen aggódó, nagyon köszönöm ezt a jó ötletet. Tényleg jó ötlet volt. És akkor meg fogom összeragasztani. Hoppá. Nem lesz könnyű. Igen, összeéjeszteni. Jó, akkor valami a felséget letakarítani valamire. Ha más sem nem, akkor papírja, nem fog száradni. Minden keresek valamit rongyot, vagy papírt, vécépapírt, majd letakarítom. Nem minden, valami papírt letakar, találtam. És szerintem már jó is lesz az így. Ajjaj. Hát lehet nem lesz olyan tiszta, mint volt. És ha tudnám, mi volt annál fel a ragasztót. Na mindegy. Na most már így sikerült. 50 fokig újra kell menni.
No, tartom egy PVC vágó, a mesterházától kaptam, és van kicsomagoló. Mert kicsomagoló volt, de most a meskopaló lehet takarítani. Mert egy mégiscsak jó volna látni. Így ahol szépen le lehet tisztítani. Ha biztos nem lesz 50 fok meleg, itt reméljük nem lesz. Azért így már jó is látható. Így látható jó. Hát akkor én azt hiszem, hogy lett volna takarítva, akkor jó az a bébice vágó. Hálás is vagy a mesterházára, jó, hogy ott tud használni. Na akkor. Akkor 50 fokű látó, az már jó is lesz. Akkor mindjárt mehetünk ki a pécsre feltenni. Igen. Azért valahogy így lesz. Na mindjárt akkor ez most megvan. Lehet a saját egy kis illetagaitől, fel tudjuk tenni a másikat. Igaz, hogy valahol feltesszük, akkor mindjárt akkor ki is menjük, akkor megpróbál felfogadni. Akkor kell, mint lesz egy két csavar is. És akkor lesz egy fúró, vagyis csavarbehajtó. Na jó, az üveget tetején megragasztottuk, akkor azt most ide fel kell tenni. Mindjárt fel is tesszük. Igen, akkor itt lesz az a csőpincs, majd lesz egy kis facsava. Akkor legelőször akkor itt be is fogunk jegyezni, mielőtt kifújjuk. Jó, akkor így be is jegyezzük. Igen, a szén most is fúj. Azért a facsalva túl rövid volt. Az mondjuk bejegyeztük itt. Akkor most megint, most megpróbálok is hosszabb facsavával. Most beesőjöztük a bízsbe a facsavat, kicsi hosszabb facsavat. Régen csináltam a balgácsolás. Na, akkor megpróbálom még ezt, a nyugat már fúrtam ki itt. Aha, az már jobb lesz. Jó, ez már jó is lesz. Oké, akkor minden alsót is. Lehet, hogy jobb lenne. Hoppa, le is eltettem. Felveszem a földről, és akkor ide beelteszem csavat, és megfogom a csavarbehajtót. Ezt is itt így. Azt mondja, abba szök be. Aha. Jó. Egy kicsit sorozabb lett. Jó lesz. Péma. És akkor mindent fel is tesszük. Lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű. Igen. Hajjá. Ja, fordítva van, hoppa. Miért nem lenne fordítva? Igaz, miért nem lenne ez fordítva? Így, mi? Hoppa. Áj, nem lesz, nem van egyszerű az. Jó. Igen. És sikerült is. Ilyen egyszerűen meg lehet oldani.
nem kell eldobni a bincset, hőmérőt, meg lehet egyszerűen oldani. Kész is. Mindjárt mutatom egy közeli képet. Hoppa. Igen, beállította tökéletesen. Akkor mindjárt jön a közeli kép. Itt a hőmérőt fel is tettem. Itt lehet látni, ahol el van tőle a bincs. Akkor mégis lehet valami helyettesíteni. És nem kell jöttől eldobni bármit. Urat, egy jól működ ez a hőmérő. Kőtérhőmérő. Igen, szeretem volna csinálni ezelőtt is bárkácsolós videókat, de most is nagyon fúj a szél. És a mikrofonnak nem nagyon jól fúj a szél. Lehet, hogy fogom valami más mikrofonra is fogom valami, vagy nem kitalálom, hogy szépen is tudja fogatni. Most azért nem fogadtam ki videóval, párkácsolás, azért nem készít csináltam, már mindig állandóan fújt a szél, mikor odaírtam volna. Most nem tudom, de sajnálom azt a, igen, azt a kültér hőmérőt, de szerintem most én úgy veszem észre, hogy kis ötlette, csörpítse, letölt igaz az a hőmérő, de valamilyen tudtam helyettesíteni. Tudom, hogy most nagyon sokat nem tudtam segíteni, nagyon nagy ötletet nem tudtam adni. De egyszerű volt, ez most nagyon egyszerű videó volt, egyszerű bárkácsolás volt. De remélem, hogy tudtam valamit segíteni. Én mégis nem kellett eldobni, ahogy mondtam, régi telefon nem dobtam el, hiába a új telefon, nem dobtam el. De minden, én most annak híve vagyok, hogy nem kell minden eldobni. Tudom, hogy sok ember megvesznek valamit, eldobnak. Na minden. Legalább úgy látom, hőmérő most is működik. Lehet, hogy ezer folyton biztos megporlottam. Reméljük, vagy több ezer folyton, még nem tudom, melyikbe kerül normális hőmérő, ami minőségű is. Na minden, ezt nem tudom. De legalább örül, nem kellett eldobni. Most nem tudom, hogy a videóban egyáltalán tudtam valamit segíteni, nem nagyon bonyolult volt ezt megcsinálni. Mégis most azt mondom, hogy rövid videó volt, rövid ötlettel, de szerintem jó ötlet volt, nem dobtam el. Nem minden, csak azért tudom mondani, hogy nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel, remélem, hogy lesz még bárkácsolás, nem fog állandó fúrni a szél, és nem olyan idők lesznek itt, mint Londonban. Még egyszer, nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket, tovább is minden jót kíván, Erez Zoltán, a Videoinfo kötőre ettől. Hello, sziasztok!